Alapkő, új katolikus bölcsőde épül Máté Szalkán. Huszár találkozó, szombaton és vasárnap várják színes programokkal az érdeklődőket Nyíregyházán. Kórházi kiállítás, a TBC betegség és gyógyításának történetét ismerhetik meg a tárlaton. 2010 óta közel a duplájára nőtt a magyarországi bölcsődei férőhelyek száma, ezt mondta Fülöp Attila Máté Szalkán az új katolikus bölcsőde alapkőletételének alkalmából. Az államtitkár hangsúlyozta, a bölcsődei intézmények a nemzet megmaradását szolgálják. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Máté Szalkán 42 férőhelyes új bölcsőde épül, ugyan kedden rakták le az alapkövét, az építkezés már elkezdődött. A tervek szerint jövő ősszel nyitja meg kapuit az intézmény. Jó hely ez a bölcsi, ide mindig jó lesz jönni, barátom lesz mindenki, sosem akarok elmenni. Máté Szalkán a Rákóczi út 9 szám alatti telken egy több mint 600 millió forint értékű beruházás keretében új környezetbarát bölcsőde épül. A látványtervek az építési munkálatok jelenlegi fázisa alapján hamarosan valóságá válnak, amelynek anyagi hátterét az Európai Unió és Magyarország kormányának társfinanszírozása biztosítja. A környezetbarát kifejezés alatt azt értjük, hogy hőszivattyú, tehát víz és hőszivattyú fűtés lesz, illetve klímarendszer, napellemes energiaszolgáltatás, hőszigetelt falak, hőszigetelt ablakok, megújuló energiaforrások visszafordítása, csak egy kis szösszenet, hogy az esővizet is külön kell gyűjteni, és újra fel fogjuk használni. Emellett, tehát ez az épület, ez egy három csoportszobás bölcsőde lesz, maximálisan 42 gyermek ellátására alkalmas, és megfelel minden olyan előírásnak, aminek egy bölcsődének meg kell felelni, tehát a gyerekekre jutó négyzetméternek, foglalkoztatóknak, mosdó, WC, szülői fogadó, akadálymentesítés, és még sorolhatnám tovább. Az időkapszulában kerülő tár a Máté Szalkai Szent József plébánia üzenete az utókornak. Az alapkőletétel, valamint az időkapszula elhelyezését követően Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspök áldotta meg az alapkövet. Minden bölcsőde a jövőről szól, mert arra biztatja a párokat, hogy ha gyermeket szeretnének, akkor bátran vállaljanak gyermeket. Ez pedig már Fülöp Attila államtitkár mondta, aki szerint a bölcsődék nem csak a szülőket és a gyermekeket segítik, de hosszú távon a nemzet megmaradás célját szolgálják. Ha csak a számokat nézzük, hogy 2010 óta a kormányzat közel kétszeresére emelte a bölcsődei férőhelyek számát, ma 61,500 bölcsődei férőhely áll rendelkezésre, több mint 1000 településen. Ez mind-mind olyan kézzelfogható segítség, mind-mind olyan infrastruktúra, ami egy családban segít ahhoz, hogyha vissza szeretne menni egy szülő dolgozni, akkor ne legyen akadály az, hogy nem tud kivigyázni a gyermekre, mert ott van egy intézmény, ott van egy bölcsőde, és ez bízunk benne, hogy hosszú távon is segít nemzetünk megmaradását és a gyermekszámla gyarapodását. Az intézmény a tervek szerint 2024 őszén már akár teljes létszámmal, azaz 42 gyermekkel kezdheti meg működését. Korszerűsítették a Tarpa és Márokpapi közötti út 2 kilométeres szakaszát. A beruházást 150 millió forintos forrásból finanszírozták. Emellett egy új játszótér is épül a kistelepülésen. A fejlesztések célja az volt, hogy élhetőbbé tegyék a községet a családok számára. Az alig 640 lelkes Márok papi közigazgatásilag Tarpához tartozik, így a falu lakói gyakran használták ezt a külterületi utat, ha ügyintézés miatt a szomszédos településre kellett menniük. Sőt, a korábbi évtizedekben is nagy terhelést kapott ez a szakasz. A külső úttestrész, ami ugye az önkormányzat tulajdonában van, ez 1970-ben épült, és sajnos mostanára nagyon-nagyon elromlott az, az igazság. A 70-es árvízkor ugye ezt az utat elég nagy kocsikkal megterhelték, ugye a különböző kőszállításokkal a Kárpátaljáról, mert itt volt a Páskom legelőn depózva a kőmennyiség, és innen jöttek tovább az, az igazság. Sőt, ha tovább megyek, ugye, ami megint már viszonylag régen volt, a 2001-es úgymond Tiszai árvíz,
akkor meg ugye Tarpán volt a Huszti Farm telepen, volt letéve a betonkerőüzeme a kivitelező cégnek, és ugye az összes mixerbeton ezen a kis útszakaszon került át, nem csak már a Csalodára, Tágosra, Gelénes, Vámosatya és Barabás irányába is, és nagyon sok építő anyag úgy szintén, és akkor ezt sajnos ennek tudnak megint nem igazán használt. Több mint 150 millió forintos vidékfejlesztési program pályázatból viszont sikerült jól járhatóvá tenni ezt a közel 2 kilométer hosszú útszakaszt. A település központja felé haladva pedig hamar elérjük a tavaly ősszel kialakított játszóteret is. Ezt azóta parkosította is az önkormányzat. A cél, hogy vonzóbbá tegyék a települést a kisgyerekes családok számára. Sajnos elmondhatom azt, szomorú tényes, hogy már sem óvodánk, sem iskolánk nincsen. A gyerekeink csalódájának óvodába, és úgy szintén az iskolások csalódájának iskolába is az igazság. De elmondom azt, hogy 47 gyerekkel bírunk, és ugye ők ezt nagyon jó kihasználják, és veszik is igénybe az igazság, szabad őkben, amikor tehetik. A Márok Papihoz hasonló kis településeknek óriási segítséget jelent a fejlődésben, mind a vidékfejlesztési, mind a Magyar Falu program. Az ország gazdasági adottságához igazodik az idei Magyar Falu keret, tehát most mindössze egy pályázat lett meghirdetve, az is útfejlesztéssel kapcsolatos, és tudomásom szerint például erre a 88 településből a 86 település mindegyike pályázatot fog beadni, és hát valójában biztos, hogy keveset nyerhetnek, de ez bőven jelzi azt, hogy igen, nagy igény van arra, hogy a Magyar Falus programból a kis települések olyan fejlesztést valósítsanak meg, amire egyébként más Európai Uniós forrásból nincs lehetőségük. Márok Papi a pályázatoknak köszönhetően nagyot lépett előre, de az önkormányzatnak vannak még tervei. Szeretnék a falut összközművesíteni, ehhez pedig szennyvízberuházásra lenne most szükség. A kistelepüléseken elérhető szolgáltatások fejlesztése a célja Vinnai Győző országgyűlési képviselőnek is, aki nemrég vehette át Tisza Eszlád díszpolgári címét. A kormánypárti politikus 35 perc című műsorunkban úgy fogalmazott, a Magyar Falu programban az elmúlt években számtalan útfelújítás, egészségügyi fejlesztés, szolgálati lakásépítés valósult meg hazai forrásból. Nemrégiben újították fel Nyíregyházán a déli ipari park felé vezető utakat. Nem véletlenül, hiszen az elmúlt alig több mint egy évben 3 komoly nemzetközi befektető kezdett beruházásba a vármegye székhelyen. Ezeknek is köszönhetően folyamatosan bővülnek a munkalehetőségek nem csak a nyíregyháziak, hanem az agglomerációban élők számára is. Vinnai Győző a vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője 35 perc című műsorunkban arról beszélt, a beruházásokból a kis települések is profitálhatnak. A politikus kiemelt figyelmet fordít arra, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a kormány által biztosított meglévő és új családtámogatási lehetőségekre. Ha van megfelelő munkahely a fiatalok számára, nem csak a fiatalok számára, de most fókuszáljunk rájuk, akkor fontos, hogy tudnak-e lakást építeni, új építésű lakást, vagy használt lakást felújítani is. Ezért jó, hogy a falusi csok megmarad 2024. január 1-től is, sőt bővül, mert ha valaki 3 gyereket vállal, akkor 10 millió forint állami támogatásban részesül, és az egyéb kedvezményekkel ingatlan, tehát az illeték elengedésével, vagy éppen az áfa visszaigényléssel majdnem még 10 millió forintot tud hozzátenni ez az építkezéshez, nem beszélve arról, hogy a babaváró hitelt is föl tudja venni, amelynek az összege 10 millióról 11 millióra emelkedett, és ez egy nagyon kedvezményes hitel, mondhatom, hogy a mai inflációs világban ezt vétek nem fölvenni. Tavaly októberben adták át Tisza Nagyfalu történelmének első bölcsődéjét. Az intézményben 12 helyi kisgyermek nappali ellátását biztosítják. Idén májusban pedig Tisza Dadán nyitotta meg kapuit a bölcsőde, ott több mint 20 év után vált elérhetővé újra ez a szolgáltatás. Vinnai Győző azt mondta, a kis településeken élő családok támogatásához ezek a fejlesztések nagy jelentőséggel bírnak. Gyakorlatilag, mivel 2017-18-ban
ugye egy olyan családtámogatási koncepció alakult ki, mindig is fontosnak tartjuk a családot és a gyerekeket, hiszen gyerekek nélkül nincs jövő, hogy uniós forrásból óvodafelújítások, bölcsődeépítések és iskola, köznevelési intézmény rendszer felújítások történjen meg, és hál' Istennek ebben a választókerületben, a Szabolcs 2-es választókerületben, mondok egy példát, Tiszanagyfaluban 1900 alaknak még soha nem volt bölcsőde, most átadtunk egy bölcsődét. Vagy Tiszadadán megszűnt 20-22 évvel ezelőtt a bölcsőde, most újra építettünk. Vagy Nagycserkeszen egy mini bölcsődét. Arra volt igény, hogy egy egycsoportos mini bölcsőde legyen, és ez jól működik. A politikus hozzátette, választókerületének kis települései különösen aktívak a Magyar Falu programban. Az elmúlt években számtalan útfelújítás, egészségügyi fejlesztés, szolgálati lakásépítés valósult meg hazai forrásból. Vinnai Győző külön kiemelte Tiszaeszlárt, ahol, mint mondta, 2019 óta hatalmas lemaradást kellett behozni. Itt az utóbbi évben többek között új községházát építettek, modern konyhát alakítottak ki, és a vármegye első top pluszos beruházását is itt adták át. Két belterületi út újulhatott meg Európai Uniós forrásból. Szombaton Nyíregyházára látogat a honvédelmi miniszter, a tárcavezető is részt vesz a 18. huszár találkozón. Az érdeklődőket az Országzászló térre és a Sóstói Múzeum faluba várják a szervezők szombaton és vasárnap. Időutazás Nyíregyháza belvárosában. A Magyar Huszár Alapítvány 1991 óta két évente szervez nagyszabású huszár találkozót. Az idei lesz a 18. a sorban. A belvárosi gyalogos és lovas díszmenetet követően honvédelmi családi napot is tartanak a Sóstói Múzeum faluban. Szinte az első alkalom az, hogy a magas katonai vezető nem csak a központünnepségen, úgynevezett központünnepségen vesz részt a Országzászló téren a Magyar Huszár szobrán, amikor a Sóstóra is. Most pedig úgy lesz, hogy Szalai Bobrinszky Kristóf miniszter úr nem csak ünnepi beszédet mond a Magyar Huszár szobránál, hanem délben a Sóstói Múzeumfalban ő nyitja meg a családi nap rendezvényét, tehát tulajdonképpen egész magas szintre kerül ez a családi nap ezzel, hogy miniszteri megnyitó hangzik el. És hát tulajdonképpen mi is örülünk annyiban, hogy igaz, hogy ugye elmondtam a sajtótájékoztatón, hogy már élő huszár nincsen, de a huszár leszármazottak közül is egyre többen, most is mintegy 70 embert várunk. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 2011 óta vesz részt az eseményen. Székely Tibor, a szervezet elnöke elmondta, a huszárok a hazaszeretet, az áldozatvállalás és a kitartás örök példái, amely a fiatalok számára is utat mutathat a mai értékvesztett világban. Hozzátette, a szövetséghez tartozó hagyományőrzők valamennyien elhivatottak a magyar könnyűlovasság történetének ápolásában. Most elég nehéz helyzetben vannak a hagyományőrzőink, hiszen a Szent István napi nagy rendezvények országszerte rendkívüli komoly letereltséggel terhelték az egyesületeinket, de ennek ellenére így kisebb csapatok érkeznek, és így 33-34 huszárral azért tudjuk képviselni a különböző korszakok, de inkább a 19. és a 20. század huszárait. Többnyire a 48-asok lesznek jelen, és azok a monarchiás huszárok, akik Hódmezővásárhelyről, illetve innen napkorból érkeznek. A szombati honvédelmi családi napon többek között a huszárság történetét bemutató előadások, bemutatók is várják az érdeklődőket a Sóstói Múzeum faluban. A színes programokat egy látványos huszárrohammal zárják majd. A 18. huszár találkozó vasárnap megemlékezéssel ér véget.
Átalakított kerettel kezdi meg az új bajnokságot a Fátum Nyíregyháza női röplabda csapat. A klub célja pedig idén is az, hogy mind a bajnokságban, mind a kupában érmes helyekért harcoljon az együttes. Tomás Varga együttese szeptemberben a Fátum kupán lép pályára a felkészülés során, októberben pedig spanyol csapat ellen mérkőzik meg a nemzetközi porondon. A válogatott teendők miatt ugyan még nem teljes létszámban, de új játékosokkal is a soraikban vettek részt a Continental Arénában rendezett sajtótájékoztatón a Fátum Nyíregyháza tagjai. A csapat a hét elején kezdte meg a felkészülést az új idényre. A Fátum az Extraliga előző évi kiírásában a rájátszás során maradt alul a bronzéremért vívott csatában, a Magyar Kupában azonban sikerült megszerezni a harmadik helyet. Az új szezonban is az érmek megszerzéséért száll harcba a csapat a tavaly idény közben kinevezett Tomás Varga irányításával. Alapvetően a legnagyobb különbség az, hogy most az edzői stáb maga választhatta ki a keretét, hiszen tavaly ugye évközben változtattunk edzői pozícióban, ő már egy kapott kerettel dolgozott, most pedig egy komoly lehetőséget és felelősséget is kapott egyben az edzői stáb, ami ebből az esetben persze nagyon jó, hiszen ők választották ki az új játékosokat, mind légiós, mind magyar fronton. Nagyságrendileg hasonló költségvetéssel vágunk neki a szezonnak, tehát azt gondolom, hogy hasonló célokért fogunk küzdeni. Legfőképpen a mindkét kupa sorozatban, mindkét sorozatban a bajnoki éremért való küzdelem a cél, esetlegesen a nemzetközi szintén sikerül tovább léptünk az első körben, annak nagyon tudnék örülni, bár még egy picit korán vagyunk, de a legfontosabb a Nyíregyházi Sportcentrum saját nevelésű röplabdázóinak emellett a beépítése, hiszen 3-4 tagja már itt van a Fátum keretében a lányoknak. Tomás Varga vezetőedző úgy látja, tavaly a nagy téttel bíró mérkőzéseken hiányzott a megfelelő tapasztalat csapatából, ezt szem előtt tartva alakították ki a keretet az új idényre. Célokat, amit a csapat kitűzött a szezon elején, azt elértük, de láttuk, hogy a csapatban nem hogy több maradt, de többet is ki lehetett volna hozni, hogyha kicsit tapasztaltabban van összerakva, már úgy értve, hogy nem voltak olyan tapasztalt játékosok, akik azt a playoff a szituációkat több szezonon is átélték, és ott a csapat egy kicsit megszökkent. Azt a feladatot, az utolsó feladatot, valójában a bronzérmet, amit nem tudtuk véghez vinni. És ez volt az a pillanat, amikor mondtuk, hogy a következő szezonra a csapatot kicsit tapasztaltabban kell összerakni, hogy ezekben a szituációkban, a legfontosabb szituációkban, hogy ne maradjunk alul. A tehát némileg átalakított csapatot szeptemberben a hazai rendezésű Fátum kupán láthatja a közönség a felkészülés során. A tétmérkőzések októberben kezdődnek, elsőként a Challenge Cup-ban a spanyol Voli Andalucía lesz a nyíregyháziak ellenfele, a magyar első osztály alapszakasza pedig október 18-án indul. Szokatlan helyen nyílt kiállítás, a megyeszékhelyen a kórház folyosóján lehet megismerni a TBC betegséget. Sokáig azt sem tudták, hogy egy fertőző betegség és tüdőszanatóriumokban próbálták gyógyítani. Tavaly volt 140 éve annak, hogy Robert Koch felfedezte a TBC kórokozóját. Ennek alkalmából készült vándorkiállítás a TBC gyógyításának történetéről, amely a Józsa András kórházban is megtekinthető szeptember 12-éig. Lélegzett metsző tűzben, a TBC gyógyítása Magyarországon. Ezzel a címmel nyílt kiállítása a Józsa András Tagkórház sebészeti és gyermekgyógyászati tömbjeit összekötő üvegfolyosóján. A kiállítás megnyitón Bogos Krisztina hangsúlyozta, a hazai medicinának, azon belül a tüdőgyógyászatnak hatalmas sikertörténete a tuberkulózisnak, mint népbetegségnek a legyőzése. Ezt a betegséget morbus hungaricusként apostrofálták, pontosan azt érzékeltetni, hogy az 50-es években még 50 ezer embert betegített meg, és több tízezren haltak meg, fiatalok is, ennek a betegségnek az okán, és ennek a felszámolása egy hatalmas összefogás, egy hálózat kiépítése, és ennek köszönhető, úgyhogy mindenképpen ez a legfőbb apropója. Illetve természetesen az is, hogy 22-ben ünnepelhettük 140-es évfordulóját annak, hogy a mikobaktérium kórokozót Robert Koch felismerte, hogy ez egy cseppfertőzéssel terjedő, gyakorlatilag fertőző betegség.
Hozzátette, a TBC elleni vakcina mellett legalább ennyire fontos a szűrővizsgálatok elvégzése, mivel a betegség továbbra is jelen van, noha az esetszámok lényegesen lecsökkentek. A múlt század derekán Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében országos szinten is a harmadik legtöbb TBC megbetegedést regisztrálták. Szűcs Attila szerint ezért is választhatták a József András kórházat is a kiállítás egyik helyszínéül. Ebben óriási szerepe van annak, hogy az elmúlt évtizedekben ez a kórház, ez az intézmény szintén nagyon sokat tett a TBC elleni sikeres harcban. A megyénk is, ahogy elhangzott, szintén korábban nagyon érintett volt ezzel a betegségben, és az első 3-4-ben voltunk az esetszámok tekintetében, és most örömmel tudom mindenkinek elmondani, hogy szinte csak néhány sporadikus esettel találkozunk. Ez az egyik része a dolognak. Ugyanakkor figyelemfelhívás is, az, hogy ez a kiállítás itt van, ezáltal a tuberkulózis, a TBC ismét egy picit előtérbe kerül, és ahogy örömmel elmondtam, alig van jelen, de jelen van. Ezért arra szeretnék kérni minden tévénézőt, minden hallgatót, hogy menjenek el a tüdőszűrésekre, vegyenek részt rajta, mert pont ez a lényeg, hogy amit elmondott Kovács igazgató, őrizzük meg ezt a jó helyzetet, mert a világban még egyáltalán nincs így. Több millió beteg van, több ezren halnak meg naponta ebben a betegségben, és ezt a magyarországi jó helyzetet akkor tudjuk megőrizni, ha időben kiszűrjük a betegeket, időben elkezdjük a betegség kezelését. Farszki Éva emlékeztette a közönséget, hogy Szabolcs-Szatmár-Beregben dr. Kemény Lajos, a József András kórház tüdőgyógyászának kezdeményezésére indult el a múlt században a TBC szűrés a vármegyében. Ő volt az tulajdonképpen, látva ezt a magas betegszámot, megszervezte azt a tüdőgondozói hálózatot, ami a betegek kezelése mellett a tüdőszűréseket is elindította. A tüdőszűréseknél nagyon fontos volt, hogy nem csak a tüdőgondozó intézetekbe történt szűrés, hanem beindították a mobil ernyőfénykép szűréseket, ami ugye jelenleg is van, ezt tudjuk. Ez azt jelenti, hogy olyan településekre is eljutottak, meg tudták szűrni a betegeket tuberkulózis irányába, akik esetleg nem mentek be egy-egy megyei központba vagy tüdőgondozóba. A megyében a 60-as években 12 tüdőgondozó volt, tulajdonképpen 30 kilométeres körzetben minden beteg elérhette a tüdőgondozót. De tudjuk, hogy a tuberkulózis túlnyomó részt a szegényebbeknek volt a betegsége, tehát nagyon sok beteg nem fordította arra figyelmet, sem az egészségére, se arra, hogy tüdőszűrésre elmenjen. A vándorkiállítást országszerte összesen 11 kórházban tekintheti meg a közönség, Nyíregyházán szeptember 12-éig. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Máté Szalkán 42 férőhelyes új bölcsőde épül. Ugyan kedden rakták le az alapkövét, az építkezés már elkezdődött. A tervek szerint jövő ősszel nyitja meg kapuit az intézmény. Szombaton Nyíregyházára látogat a honvédelmi miniszter. A tárca vezető is részt vesz a 18. huszár találkozón. Az érdeklődőket az Országzászló térre és a Sóstói Múzeum faluba várják a szervezők szombaton és vasárnap. Szokatlan helyen nyílt kiállítás a megyeszékhelyen, a kórház folyosóján lehet megismerni a TBC betegséget. Sokáig azt sem tudták, hogy egy fertőző betegség, és tüdőszanatóriumokban próbálták gyógyítani. Tavaly volt 140 éve annak, hogy Robert Koch felfedezte a TBC kórokozóját. Ennek alkalmából készült vándorkiállítás a TBC gyógyításának történetéről, amely a József András kórházban is megtekinthető szeptember 12-éig. Augusztus 23-án szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is jelentkezünk majd, számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Szerda éjszaka derült idő várható, eső nem lesz. A hőmérséklet 18 és 20 fok közötti értékekre hűl vissza. Csütörtökön napközben napos és felhős időszakok váltják majd egymás, de a hőmérséklet nyárias marad, 28-30 fokra lehet számítani. A hét további részében is a maihoz hasonló időjárás valószínű, az előrejelzések szerint eső a héten nem várható.